Véget ért a Miss World Hunger, és itt van mellettem a győztes. Szia, mutatkozz be kérlek a nézőknek. Sziasztok, szép estét mindenkinek, Kis Daniela vagyok. Hát először is gratulálok a nézők nevében is a győzelemhez. Ha jól tudom, te már másodszorra indultál ezen, és tavaly ott benne voltál a top 5-ben? Igen, ez a második versenyem, és tavaly is jó helyezést értem el, a top 5-ben voltam. És tavaly nem volt egy ilyen kis összetörés, hogy nem nyerted meg, és hogy nem akarsz többet indulni? Vagy te egy ambiciós lány vagy? Nem, ez egy másik verseny volt tavaly, ezt sokkal komolyabban vettem felkészülésben is, meg mindenben, tehát önmagamat, ott is önmagamat adtam, itt is, itt tetszett a zsűrinek ezek szerint, és nagyon örülök, hogy még egyszer jelentkeztem, mert meg lett a gyümölcse. Hogyan készülsz egy ilyen versenyre? Diétázok, sportolok sokat, és igazából az a lényeg, hogy tényleg én önmagamat adom, senkivel nem volt konfliktusom, és úgy gondolom, hogy ez jó pont. Mennyire vagy ilyen izgulós egy ilyen versenyem? Az első túrig nagyon izgultam, amikor már mondjuk a Nemzetinél jártunk, ott már teljesen nyugodt voltam, mert már mindenki kint volt, megszoktuk a színpadot, tehát nem volt vele probléma. És nem érzed, hogy egy nagyobb teher lesz rajta, hogy már tavalyi verseny, ez azért második helyezett lett kulcsa Ledina, tehát most akkor kitűzöd magadnak az első helyt, és nem fihetsz meg semmitől? Legalább akkor a sikert szeretnék elérni, mint Edina. Elerős gratulálok hozzá. Mikor is lesz pontosan a kínai döntő? December 19-én lesz a döntő, 3 héttel előtte ki kell utaznom, és akkor megy a tábor. Hogy tervezed a felkészülést a döntőre? Edina, remélem, hogy segíteni fog. Én biztos vagyok benne, hogy fogok kapni sok segítséget. Nagyon kemény lesz, de meg fogom csinálni. Gratulálok neked, és sok sikert kívánok majd Kínában is. Köszönöm szépen! Sziasztok!